A Heves megyei rendőrfőkapitányság évről évre keresi a megoldást a balesetek megelőzésére. Ezúttal egy közös kampányt indítottak az Egertej Kft-vel, erről számoltak be kedden. A figyelemfelhívó akció részeként a tejtermékeket gyártó cég két készítménye új csomagolást kapott, amelyre a közlekedési problémákra figyelmeztető kreatív anyagok kerültek rá. Erdélyi Róbert a baleset megelőzési bizottság titkára elmondta, a cég által gyártott 1 literes ESL tej dobozokon az ittas járművezetés veszélyeire szerettek volna nagy hangsúlyt fektetni. Mint mondta, fontos erre felhívni a figyelmet, ugyanis Heves megyében a tavalyi évben minden 10. közúti baleset esetén ittas volt az okozó. A másik termék, amely hasonló csomagolást kapott, az iskolatej, és mivel ezt a készítményt főként a diákoknak szállítják, így ennek a korosztálynak megfelelő üzenettel látták el. Egy mobiltelefonnak a kijelző jelenik meg ezen a dobozon, és ezen a kijelzőn különböző piktogramokon keresztül hívjuk fel akár a kerékpáros, szabályos kerékpározás, akár a szabályos gyalogos közlekedés, illetve a gépjármű a biztonsági használatának fontosságára figyelmet. A figyelemfelhívó üzenettel ellátott tejtermékek nem csak Heves, hanem Nógrád, Szolnok és Pest megyébe is eljutnak majd. A dobozos tejből abból olyan heti 10 000 liter tej kerül itt a mi környékünkön forgalomba. Az iskola tej, a pohár, az 50-55 ezer gyereket látunk el a megyébe, illetve még megyén kívüli iskolába is szállítunk itt Nógrád vagy Szolnok, de még Pest megyébe is. Hozzátette, nagy öröm számukra, hogy létrejött a közös kampány. Mint mondta, ha ezáltal már egy közlekedési balesetet meg tudnak előzni, már megérte.